Megdöbbentő eredményekkel zárult a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Közvéleménykutatása. Az eredményekkel kapcsolatban hétfőn Hári Ernő, a központ ügyvezetője volt a Kiemelő magazin vendége. Az ügyvezető elmondta, a kecskeméti háztartások 10%-ában három vagy több személyautó van, az egy és két autóval rendelkező családok pedig közel azonos számúak. Ez országos átlagon felüli motorizációt jelent a városban. Pozitívum, hogy a személyautót használók 41%-a buszra cserélné a kocsit, ha fejlődik a helyi buszközlekedés. Már az is egy óriási eredmény lesz, hogyha 10-ből csak 2-3-an átülnek autóból az autóbusz közlekedésre, hiszen az azt is jelenti, hogy a közúthálózatunkon 20-30%-kal csökken a terheltség. Innentől fogva ugye komfortosabbá válik az életünk, tervezhetőbbé válik az, akár személyautóval, akár autóbusszal, akár kerékpárral, hogy ahova oda akarunk érni, oda is fogunk érni. 230 diák segítségével idén áprilisban és májusban személyesen és online kérdőíveken kérdezték meg a kecskemétiek elégedettségét a helyi közlekedésről. A felmérésen digitális fejlesztési lehetőségek is megjelentek. A mobiltelefonon keresztül történő menetjegy és várhatóan a bérletek megváltását, értékesítését és érvényesítésével kapcsolatban a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-vel megkezdtük az egyeztetéseket. Valamikor várhatóan a jövő év első felében ezt a szolgáltatást be fogjuk tudni vezetni, ezzel is közelebb hozva a szolgáltatást az emberekhez. A kecskeméti közösségi közlekedés fejlesztésén jelenleg is dolgozik a központ, hogy még attraktívabb legyen a buszközlekedés. A központot 2019. márciusában alapította a város közgyűlése azzal a céllal, hogy megszervezze a minőségi közösségi közlekedést a Hírösvárosban a DAK ZRT után. A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-nek kell művelnie a teljes forgalmi területet, és egy közszolgáltatási pályázat keretén belül, amelynek lassan a végéhez érünk, de jelenleg még folyamatban van, kerül kiválasztásra az a szolgáltató, aki az ehhez szükséges műszaki tevékenységet és az autóbusz vezetőket fogja biztosítani ahhoz, hogy 2020. január 1-től egy új modell szerint, reményeink szerint fokozatosan építkezve, de egyre stabilabb és egyre jobb közszolgáltatást fog majd nyújtani. A város tulajdonát képező 25 darab Mercedes Citaro hibrid csuklós autóbuszt üzemeltetésre átadják a szolgáltatónak, de a helyi közlekedés, forgalmi és műszaki területének ellenőrzését a központ látja el. A pályázat szigorúságát mutatja, hogy május 1-től a buszok átlag életkora nem haladhatja meg az egy évet. A pályázat nyertesének a január és április közti átmeneti időben kell felkészülnie a minőségi szolgáltatásra.